A csatorna fő támogatója nordicamoto.ru. Sziasztok! Üdv újra a csatornámon, én Alpár vagyok, te pedig az Alpár's Moto Adventure-t nézed. Aki már valaha eljátszott azzal a gondolattal, hogy Romániába tervez motoros túrát, vagy csak sima, rövidebb motorozást, bizonyára nem kell annak bemutassam, hogy melyik az a két út, amelyik talán a leghíresebb, és nem csak Románia szinten, hanem európai és motoros szinten is. Ugye az egyik az a Transfogaras, a másik pedig az én személyes kedvencem a Transalpina, viszont ebben a videóban egy kicsit felbolygatjuk az állóvizet, és meg szeretném mutatni, tehát az a célom ezzel a videóval, hogy megmutassam, hogy nem csak ez a két út van, a transzút Romániában, amit érdemes meglátogatni, felkeresni és végigmotorozni, hanem ezen kívül még összeszedtem ebbe a videóba 7-et, tehát összesen 9 út lesz, amit be fogok mutatni. A felvételek nem sajátok, ezért megjelöltem a forrást is, hogy ne legyen utólag probléma a jogdíjakkal, meg ilyesmivel, és ajánlom figyelmetekbe, remélhetőleg segítek. Ezen kívül rengeteg más út van, és más, akár még túraterv is, amit érdemes átböngészni, vagy számításba venni hasonló motoros túra tervezésénél, de ezekről is találtok majd linket a leírásba, ugyanúgy, ahogy ezeknek az útvonalait, Google Maps-el, stb.-vel azt is megtaláljátok, úgyhogy nem is húzom tovább az időt, vágjunk bele, nézzük meg, melyik az a 9, jobban mondva, melyik az a 7 transz út a Transalpinán és a Transfogarason kívül, ahova érdemes, ajánlott és muszáj elmotoroznotok. Gyere!
We'll be right back.
Nos, hölgyek, urak, ezek voltak azok a transzutak a Transfogarason és a Transalpinán kívül, amit érdemes és ajánlott és muszáj és minden meglátogatni, pláne hogyha Romániába vagy Erdélybe tervezel motoros túrát. Ezt a videósorozatot, vagy ezt az összeállítást igazából elsőként a második motoros youtuber találkozón láthatta a nagy érdemű, ott tartottam ebből egy idézőjeles előadást, voltak kérdések, egy csomó tipp még más motorosoktól is ugyanezekkel az utakkal kapcsolatban, úgyhogy ha nem jöttél el idén a másodikra, még a harmadik hátra van, úgyhogy mindenképp ajánlom, hogy látogass el. Többek között ott volt Atiszvéj, Attila barátom, aki a 4,5 hónapos dél-amerikai túrájáról tartott videó, fotó és élménybeszámolót. Ezen kívül láthatták még, vagy elmondtam egy jó pár dolgot a grúziai túránkról. Továbbá ott volt még hétköznapi motoros, Csavarok Szabadon, Krisz 85, Monca, motoros dolgok és Lost Biker Peti, szinte kihagytam, és még sokan mások, úgyhogy bocsi, hogyha kifelejtettem valakit. A lényeg, hogy arról is jön majd hamarosan egy videó, de addig is, hogyha túrát terveztek most a jó szezonban, június-július magasságába, akkor mindenképp vegyétek ezeket számításba, és a többi út az ott lesz lent a leírásban. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnézted, hogyha tetszett, akkor lájkold a videót,
oszd meg, és hogyha eddig még nem tetted meg, akkor arra kérlek, hogy iratkozz fel a csatornámra, támogathatsz szuperlájkkal direkt a videó alatt, vagy pedig Patreonon, ahol hamarabb megnézheted az elkészült videókat, sőt, aki Patreonon támogat, az ezt a videót már látta hetekkel ezelőtt. És köszönöm, hogy megnézted, találkozunk a következő videóban, addig is sziasztok!